Kecskemétet tegnap este 11 óra után érte el az a vihar, amely végig söpört az országon. Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében is sok kárt okozott a viharos erejű szél. Reggelig a katasztrófavédelemhez mintegy 50 bejelentés érkezett. Kecskeméten és környékén, illetve a megyében áramkimaradásokat is okoztak ezek a leszakadó faágak, illetve a kidőlt fák. Éjjel még közel 70 ezer ember volt áram nélkül itt Pest megyében, illetve Bács-Kiskun megyében. Ez reggelre már 13.600 fogyasztóra csökkent, mivel a szolgáltatók és a tűzoltók folyamatosan dolgoznak. A Rávágy téren egy hatalmas faág landolt, nem messze egy parkoló autótól. Szerencsére nem ült benne senki, személyi sérülés nem történt, de nem csak a leszakadt ágak és vezetékek okoztak gondot Kecskeméten. Itt mögöttem egy panel épületekből álló lakóparkban dőlt meg veszélyesen egy fa. Ezért a tűzoltók kötelek segítségével mesterségesen kidöntötték, és most éppen ennek a feldarabolása folyik. A fa megdőlése az arra járók életét és a lakóépület épségét is veszélyeztette, ezért döntöttek a kidöntése mellett. Délutánra 8000 alá csökkent az áram nélkül maradtak száma, a tűzoltókhoz érkezett bejelentések száma pedig elérte a 80-at, mivel város szerte okoztak gondot a leszakadó ágak és vezetékek. A Műkertvárosi Gizella téren egy régi fűzfa dőlt rá egy közeli épületre. A közelben lakók csak egy nagy recsenést hallottak. Fűzfát elkapta, ketté hasította, nagy dűrrenés, csattanással bedűt ide a kertbe, azt most röggyezéték ki. Sajnáljuk, mert nagyon szép fa volt, vagy 50 éves már. A Nemzeti Közművek szakemberei délután 4 órára tudták visszaállítani mindenhol a rendes szolgáltatást, a katasztrófavédelem pedig adásunk alatt is a kidőlt fákat igyekszik eltávolítani.